húzzátok le a leplet az aranyérdeménység tárgyáról is. Kozák Danuta rántotta le a leplet az arany érdemérmesek márványtábláról, melyre a magyar kajakkenu sport örökös bajnokainak a neve kerül. Idén többek között az ő nevét és a paksi Kiszli Vandáét is rávésték a dicsőség táblára, aki 5 világbajnoki aranyérmével érdemelte ki. Ez egy nagy megtiszteltetés számomra nyilván, hogy felkerülhettem erre a táblára. Motivált vagyok abszolút, szóval még nem szeretném... Nem szeretnék arról beszélni, hogy mikor fogom abba hagyni. Én szeretném minél tovább folytatni ezt a versenyzést. Világbajnokok, olimpiai bajnokok és mesteredzőik gyűltek össze Budapesten a Magyar Kajakkenu Szövetség Dunaparti székházában. A reflektorfénybe került maratoni szakág újdonsült kajak királynő jelöltjéről, Kiszli Vandáról edzője így nyilatkozott. Eddigi karrierem egyik legnagyobb kihívása, nagyon nagy felelősség volt. Nekem ő az első olyan versenyző, aki világbajnokként érkezett hozzám, és célja volt, hogy megtartja a címét. És szerintem neki is nagyon nagy büszkeség, és nekem is, hogy ezt sikerült elérnie az idei évben. De nem kényelmesedhetünk el egy másodpercet sem, mert igen, hatalmas kihívók vannak. Vanda nevelő edzői az Atomerőmű Sportegyesületnél Gutai András és Metzger András voltak. A legeredményesebb versenyzője a szakosztálynak, ugye a Kozman Gyuri. Síkvizen, 2 olimpiai bronzéremmel, 4 VB arannyal, és hát meg számtalan éremmel, de ugye ő sincs rajta a táblán, mert 5 világbajnoki arany kell hozzá, hát ez a Vandának először sikerült a szakosztályba az Atomerőmű Sportegyesületből. Az év para edzője az úgy szintén paksi, de a Honvédnál edzősködő Pruzsina István lett.